2014-ben kötött együttműködési megállapodást a megyei önkormányzat és a Magyar Diáksport Szövetség azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett munkát. Az elmúlt tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A csütörtöki közgyűlésen 5 testnevelő vehetett át elismerést a tehetséggondozás utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Nagyon elégedettek vagyunk a megye testnevelőivel és a hozzáállásukkal és az eredményeikkel meg pláne, és azt hiszem, hogy ez a legkevesebb, hogy ilyenkor az erkölcsi elismerést azt mindenképpen megtesszük. Nagyon szépen köszönjük egyébként, és hálásak vagyunk a megyei önkormányzatnak, hiszen korábban egy együttműködési megállapodást kötöttünk, és ennek ezen együttműködési megállapodás keretében azóta valóban tudjuk díjazni a testnevelőket, és azt hiszem, hogy ez a plénum, a megyei közgyűlés, ez pedig egy különös rangot ad annak, hogy ez az elismerés itt kerül átadásra. Ezzel is azt hiszem, hogy méltó szintre emeljük azt a munkát, amelyet a megyei testnevelők végeznek. Dudás Szilvia 4 évtizede dolgozik testnevelőként Nyírkarászon, ahonnan az országos diákolimpiai döntőkre is eljutott tanítványaival. Emögött 40 év munkája van, mert ez az utolsó tanítási évem, amit most kezdtem el. Úgyhogy hát az eredményeket nem tudnám felsorolni, a 40 év munkáját. Tehát mindenféle diákolimpián részt vettem, és egy iskolába tanítok 40 éve, a Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskolában. Az utánpótlás nevelésben is részt vettem. A diákolimpiákon minden évben országos döntőn vettek részt iskolánk tanulói. Hajnal Mária, a nyíregyházi Kodály testnevelője, arra a legbüszkébb, hogy egy korábbi tanítványa ott lehetett a riói olimpián. Szerintem ez ilyen 24 órás szolgálat, főleg, hogyha a hétvégén versenyek is vannak, de nagyon-nagyon sok munka van benne. Nem csak az én részemről, hanem főleg a gyerekek részéről én csak diktálok. Ők a munka hősei, a munka végzői. Nagyon büszke vagyok a diákolimpiánkon elért úszásban úszássportágban az eredményeinkre, illetve a Kodály iskolának mindenféle sportágban tanúsított eredményeire, illetve a legnagyobb büszkeségem most ebbe az évben Reményi Ármin, akinek nevelőedzője lehettem, és a riói olimpiára A-szinten jutott ki. A közgyűlésen elismerésben részesült még Tóth Attila Árpád, a Baktaló Rendházi Vai Ádám Gimnázium mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium testnevelő tanára, Peterman István, a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola testnevelője, és Fábri Zoltán, a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola testnevelő tanára.